Mi Hazánk mozgalom üdvözli Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök minapi kijelentését, amely arról szólt, hogy kelet-ukrajnai területekről népszavazás dönthet majd. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy Kárpátalján már nem kell megtartani ezt a népszavazást, ugyanis 1991-ben már népszavazás döntött Kárpátalja hovatartozásáról, és a kárpátaljaiak túlnyomó többsége úgy döntött, hogy Kárpátalja szeretne önállósodni, önrendelkezés szeretne, és nem Ukrajna integráns része maradni. Azonban 1991 óta főleg a magyar kormányok hazaárulással felélő mulasztása miatt, és Antal József azonnal Kijevben aláírt magyar-ukrán alapszerződése miatt nem érvényesítették. A Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy jelenleg, amikor éppen Ukrajna határainak az újra rajzolása is megtörténhet, akkor végre érvényesítsék az 1991-es kárpátaljai népszavazás eredményét. Egyúttal felszólítjuk a magyar kormányt, hogy végre kizárólag a magyar érdekeket képviselje a külpolitikában, ugyanis jelenleg Ukrajnával kapcsolatban is a magyar kormány kizárólag amerikai, illetve brüsszeli érdekeket képvisel. Magyarországnak nem áll érdekében fenntartani, vagy akár elrendelni újabb Oroszország elleni szankciókat, sem gazdasági, sem politikai előnyünk ebből nem származik. Magyarországnak egyetlen egy érdeke van, hogyha Ukrajna határait újra rajzolják, akkor a nemzetközi közösségnek figyelembe kell venni a magyar igényeket. Addig pedig Magyarországnak és a magyar kormánynak védhatalmi státuszt kell gyakorolnia Kárpátalja felett.